Tokaj Grand Tour elnevezéssel országos turnéra indult Hegyalja 15 meghatározó pincészete, melynek során 45 különféle tokai bort mutatnak be és kóstoltatnak az érdeklődőkkel. A turné szegedi állomásának a Móra Ferenc Múzeum adott otthont, ahol igazán méltó környezetben a kultúra, a történelem érinthető közelségében élvezhették a látogatók, többek között a Béres szőlőbirtok és a Tokaj hétszőlő legkitűnőbb borait. Az eseményt Szent Györgyi Pál Szeged alpolgármestere nyitotta meg. Szeged hagyományosan teret szokott engedni a borkultúrának. Mi itt a környékben nem termelünk ugyan bort, de Szeged nagyon értő borközönséggel rendelkezik. Ez mindig az éves borfesztiválon is látszik. Ott egy kicsit más körülmények között, de tulajdonképpen a magyar bortermelés korábbi évi teljes választékát meg szoktuk tekinteni. Az a környezet egy kicsit olyan, hogy első osztályú borokat, szép borokat, harmadosztály, negyedosztályú körülmények között fogyaszthatunk. Ez a helyszín egy kicsit más. Ahogy szokták mondani, vannak a borok és vannak a tokai borok. Ezek mindig egy kicsit másak. Ha valaki olvassa, nézi, hogy a 100 magyar legjobb borba milyen arányt képvisel Tokaj, Hegyalja, akkor egyértelműen kiderül, hogy uralkodó és király a borok között. Engedtem magamnak, hogy magasztok, az egyik pont, hogy ott van felejtettem.